Machine Translated by Google. Bár ma büszkén folytatod, minden készen van, az ő türelme fogyóban van. A végrehajtók szeretnénk, ha ma is tudnák. Eljött számodra a végideje. Mindezek. Etiópia Szűz Mária öröksége. 2004-21. Etióp naptár, 2012. szeptember 29. európai naptár, szintén a megdöntéskor. Etiópia a világ kormányzója. Kormány, büntetés, leírja, 4. üzenet egyben a vég 2020. december 30-án. 17 éven át Isten akarata szerint, várva az idejüket Ádám egész nemzetségére. Európai naptár, 2013. december 21. etióp naptár, a 9. üzenet megjelent. És különböző időpontokban kiadott nyilatkozatok tanácsot, hibáztatást, tanárokat, mi jön, ami legyen. Rendszeresen észreveszik, azok számára, akik megértik az igazságot a családunk számára, az alapján, amíg van. Üzenet az Etiópia világfény kormányától, Ábrahám Szent Háromságától, amelyet 1998. november 7-én adtak ki etióp naptár, 2006. november 15. európai vészhelyzet kihirdetésére, amelyek 2 éve vártak rád, még akkor is, ha azt mondtad. Nem tudott visszatérni, végül összefoglalta azt, ami előtte állt, amit Isten eldöntött. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek, az egy Isten nevében, ámen. 2008 European Calendar, a 3. üzenet, amelyet 2001. április 19-én adtak ki etióp naptár, 2009. április 5. európai naptár, az 5. üzenet, amelyet szeptemberben adtak ki. Etiópia egy olyan föld, ahol a Szent Háromság dicsősége feltárul és dicséretet kap. Deklarációt az egész világon végre kell hajtani a megrendelés berakodása és kiszállítása. Etiópia a világ fénye. Az Erfa kormány és az etióp ortodox tevadorról, a megsemmisítésről. Üzeneteket, hasonlóan az Ádám összes leszármazottjának küldött leveleket, sőt, 3 évig. Hallottad mindezeket az üzeneteket, különösen a 9. üzeneten, főleg a deklarált üzenetek, amelyeket Ábrahám Szent Háromságának leheletéből írtak le az első üzenetek. Kifejtette a lehetőséget, hogy megtérjen, használja, megértse és Ádám egész fencső, aki. 10. üzenet. Erős akció, amit elrendeltek és a végére vittek a föld teremtése óta, a naptár, a 2. üzenet, amelyet 2000. május 27-én adtak ki etióp naptár, június 4. Nem az én esetem, még ha nem is bánod meg a sokkolással, figyelmen kívül hagyod a neked adott lehetőséget. 2. Machine Translated by Google. 3. Térj meg, ez befejeződött. Mi történt ma előtted, de a harag áramlása miatt? Amelyet végrehajtásra át kell vinni szintén az 5. üzeneten a 3. üzeneten on. Mindenki, aki nincs jelen Isten irgalmasságának feljegyzésében, amikor kihasználod a lehetőséget. Ábrahám istenétől, Izsák istenétől, Jákob istenétől, minden sereg urától, a teremtőjétől. Az első és a 2. üzenet minden ítéletben a végrehajtást úgy írták le, ahogyan azt Isten elfogadta. Az egész teremtés, Ábrahám Szent Háromsága, ami Zebaadból jött ki. Csak hogy tudd, hogy ítéleted megtörténik veled. Főleg az összes említett ítéletet. A Szent Háromság haragjának áramlása, amelyet nem látott kifejezni, hogy elérkezett előtted és ez. Tettekre váltva Mati Ádám leszármazottai, akik beteljesítik sorsotokat a földön, zárjátok be. A 8., 5., 3., 1. és 2. üzeneten mindenek előtt a deklarált üzenet ezeknek a tájékoztatására. Ebben az üzenetben a beszélgetés korszaka térjen vissza, térjen meg, ne. Rögzíti és megnyugtatja az előzményeket. A 9. üzenettel kihirdetett veszélyhelyzetet, hogy azt cselekvésre váltsuk, 8. üzenet. Erős büntetések, végrehajtások, határozatok és parancsok. Hallgass ma Ádám összes utódaira, akik ezen a földön élnek. Machine Translated by Google. 4.
Az egész teremtés teremtőjétől és teremtőjétől, akit a mindenható parancsol. Világ. Ábrahám szent háromsága erős büntetés végrehajtása és mindenkinek teljesített parancsa. Népek hová érkeztek a földre? Mivel nincs olyan emberi faj, amely ne érintene téged, ez a végső célod. Hadd érjen el! Figyelj, és nincs időd! Ádám minden utódainak, akik szétszóródtak az egész előtt. A hallás Isten szavából való, ezért hallgass! Hadd Ádám egész faját! Isten néhány családja. Szava emberi lény a férfi, akit szeretett, akiért a legmagasabb árat fizette és a ígéretet Isten soha nem hagyja el, és felejt. Nincs feltárt és feltárt, feljegyzett történelem. Feszíti támadási stratégia mi, láttuk és hallottuk, hogy sokan vannak, akik ránk néztek mi, a és a szűz, szelíd és őszinte emberek te is tanú vagy, meddig a pusztulás. Akit a legjobban tisztelt, soha nem dobott sehova, aki bízik benne, és ő az Isten, aki a világ elesett, rátok és az egész emberiségre, mert amit látok történni, az az. Türelmesen. Mint tudod, az apostolok, amikor a pásztorukat megverik, amikor keresztre feszítették és amikor a hír eljutott hozzájuk. Ez egy csoda volt számukra. Még ma is néhány a miénk. Zsoltárok 73-74, lássuk Isten hatalmas szavát azoknak, akik észreveszik, és akik nem. Fiatalon temették el, hogy minden reményüket együtt temették el. De Isten olyan Isten, aki hűséges hozzá. Családok, jól kimondva azokat, akik elvesztették lelki ismeretüket és elvesztették reményüket az ellenség mutia által. A személyes hús piakunkra, mint az apostolok horgászni, az adóbeszedésre. És ezek figyelembe vették, nem áll szeretett Istenünk előtt. Az apostolok látták őt megölni. Vissza a munkánkhoz az eredményt elmondják nekünk, mert mennyi hiányzik, jó, ha látjuk. Halálról halálra, és amikor győzelemmel kikiáltotta függetlenségünket. Feladták. Soha nem győzte le és az ellenségre hagyja, ő a kezdet hóhéra. Mindig. Amit látsz, hallgass meg figyelmesen megértve. Türelmünk, amire vártunk. Emlékezz az orvoslás világának gyermekeire és a szűzre, vegyék észre, amit elkezdett, a szót, amit mondott. Vége lesz, és sokan feladtuk a reményt, sokan olyanok vagyunk, mint az apostolok, hajlamosak vagyunk. Machine Translated by Google. Fel, a jó gyógyszer teljes mértékben megérkezett, amire nem számítottál. Térjünk a szóra. Le a te névéd hajlékát a földre. 8 azt mondták szívükben, engedjük meg. Árvíz, hatalmas folyókat száradtál ki. 16 tiéd a nappal, tiéd az éjszaka is. A te legelődről. 2 emlékezz meg gyülekezetedről, amelyet régen vásároltál, arúd. Ne lássátok a mi jeleinket, nincs többé proféta, és nincs közöttünk az. Nyáron és télen. 18 emlékezz arra, hogy az ellenség szidalmazta, Uram, és azt. Gonoszul a szentélyben. 4 ellenségei ordítanak gyülekezeteid között, ők. Vedd ki kebledből. 12 mert Isten az én királyom őszidők óta, aki üdvösséget munkál középen. Tiszteljetek a szövetségben, mert a föld sötét helyei tele vannak hajlékokkal. Amikor mindenre fény derül, még akkor is, ha erős megbánáshoz vezet a bűnbánat miatt, még ha megtörik is. A sűrű fákon. Hadd de most azonnal lebontják annak faragott alkotását. Sárkányok a vizekben. 14 széttörted a Leviatán fejét, és odaadtad. Név. 22 kelj fel, ó, Isten, a saját ügyedért, emlékezz,